Most lent van a polpihe, vákuum van az üvegcsőben, most hirtelen megfordítom az üvegcsőt, és figyeljétek meg, hogy hogyan esik le a polpihe a vákuummal. És még egyszer megfordítom, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan, gyakorlatilag szabad eséssel zuhan a tolpihe a vákuumcsőben. Tehát valóban neki igaza van. Most óvatosan beengedem a levegőt, megszüntetve a vákuumot. Figyeljük meg, hogy hogy reagál erre a nagyon érzékeny, könnyű levegő áramlása, könnyen elmozduló tolpihe. Föllőtte a beáramló levegő a tolpihét a cső felső végében, és most utána újra leesett. És ez a zuhanás, ez már nagyon lassú, hiszen a levegő fékezi a tolpihe esélyt.